How? Sziasztok, Matilda vagyok, és elmúlt a június is, úgyhogy nézzük, miket olvastam ebben a hónapban. Az első könyv, amit júniusban olvastam, az Patrick Nestől a Szólít a szörny. Hát ebben a történetben egy kisfiú szerepel, akinek az édesanyja beteg, és hát az igazságot elnyomja magában, és ezért megjelenik egy szörny, ami elmond neki három mesét, és a negyedik mesét pedig Connornak kell elmondania, azaz az igazságot be kell vallania önmagának is végül is, hogy mi az igazság, és végül is ezt követjük a történeten keresztül. Ez egy olyan történet, ami garantáltan megsirat, mert eléggé szívfacsaró történet. A harmadik mese után, vagy hát harmadik történet utántól, hát eléggé fájdalmas lesz a sztori, és ez egy jó könyv volt. Ezt csak ajánlani tudom mindenkinek, de papírzsepi nem árt mellé. A második könyv, amit júniusban olvastam, az Matt Haig-től a How to Stop Time. Most nem jut eszembe, mi a magyar címe, de van neki, belinkelem így is úgyis az összes könyvet a leírásba, meg ennek a könyvnek is a magyar verzióját be fogom linkelni, de most tényleg nem jut eszembe, hogy mi a magyar címe, talán Megáll az idő, vagy valami hasonló. A főszereplőnk Tom, és nagyon lassan öregszik, tehát 100 év alatt öregszik pár évet. Hát a történet fele arról szól, hogy Tom folyamatosan visszaemlékszik a múltra, a másik fele a történetnek meg a jelenben játszódik, Tom egy történelem tanár benne. Ez a könyv ilyen nagyon filozofikus felvetéseket akar tenni, a történet az csak úgy volt, és csak ilyen az idővel kapcsolatos mindenféle kacifántos gondolat volt benne, meg hasonló. Annyira unalmas volt, hogy ez valami hihetetlen. Tehát az egyetlen dolog, ami engem érdekelt ebben a könyvben, az az volt, hogy Tom hogyan találja meg a lányát, mikor találja meg, mi van a lányával. Ez érdekelt egyedül, na ezt az író elintézte konkrétan az utolsó 10 oldal alatt, és így. Ennyi volt. Tehát a legfőbb konfliktusnak kinéző dolog, tehát így konkrétan ez volt az elejétől kezdve, hogy keresi a lányát és meg akarja találni, és így 10 oldal volt az egész dolog. Engem az is nagyon zavart, hogy ugye össze-vissza ugráltunk az időben, és szerelmes lesz természetesen, mi más történne, de egyszerűen annyira érdektelen ez a szerelmi szál benne, csak úgy van, és így nem értettem, és nem is érdekel, tehát ezért szenvedtem én szerintem ezzel a könyvvel nagyon sokat, mert teljes mértékben hidegen hagyott. Szóval ez a könyv ez egy elég nagy csalódás volt számomra. A harmadik könyv, amit júniusban olvastam, ez egy olyan könyv, amit én imádtam, meg mindent imádtam ebben a sztoriban. Ez pedig a Simon és a Homo Sapiens Lobby. Ebben a sztoriban van Simon, aki meleg, de igazából még nem coming out-ot, szóval senki nem tudja, de elkezd levelezni egy másik meleg sráccal, és végül is, hát, ja, így e-maileken keresztül szerelmesek lesznek, de ugye nem ismerik egymás azonosságát, és végül is a történet arra fókuszál, hogy Simont az egyik iskolatársa megzsarolja, mert látta az e-mailjeit, és lefényképezte őket, szóval Simont megzsarolja Martin, hogy segítsen neki Abbyvel összejönni, és akkor nem mondja el mindenkinek, hogy meleg. És végül is a történetnek az a lényege, hogy Simon így coming out-tól, és hogy ez így hogy érinti meg, ez hogy történik, meg a Blue-val való kapcsolata. És nagyon jó, a film is nagyon jó volt, és én imádom mind a kettőt. Én teljesen szerelmes lettem ebbe a könyvbe. Annyira borzasztóan jó volt, de tényleg. Szóval a film is... Tehát ilyen jó romkomot én már nagyon régen nem láttam, mint a Love, Simon. Mindenkinek csak ajánlani tudom. Szóval ez egy nagyon jó könyv. A negyedik könyv, amit júniusban olvastam, ez Böszörményi Gyulától a Gergő és az Álomfogók. Amúgy kb. Az összes Gergő könyv megvan nekünk itthon, csak én sosem vetemettem rájuk, mert nem tudom, régebben sem érdekeltek. Hát a sztori lényegében annyi, hogy vannak ilyen táltosok, mágikus teremtmények, mindenféle dolgok, és ezeknek minden évben van egy ilyen táltos találkozójuk, és Gergő édesanyját is erre meghívják, egyébként Gergő maga is egy potenciálisan nagy hatalommal rendelkező táltos, csak ő nem akar táltos lenni, meg nem is akar el az egész világról tudni, és nem is akarja, hogy az anyja ide elrángassa meg minden. És végül is a történet arra fókuszál, hogy valaki próbálja átvenni teljesen a hatalmat az egész álomvilág fölött, és hát ezt kéne megakadályozni.
valószínűleg nekem ez a könyv jobban tetszett volna, ha kisebbként olvasom szerintem, mert amúgy nem tudok igazából olyan túl sok negatívumot felhozni, mert ez egy nagyon jól megírt történet. Csak engem nem érdekelt, mert egyrészt, hogy ki a főgonosz, 10 oldal után kitaláltam, tehát így az nagyon egyszerű volt, és nem volt semmilyen meglepődésem, mikor kiderült, mert így, ja, hát ezt már tudtam. Másrészt, ami nagyon zavart, ami tényleg azt ért el, hogy kevésbé akartam ezt a könyvet olvasni, az Gergő volt, mert egyszerűen ennyit hisztizni. Amúgy nem volt rossz könyv, mondom, lehet, hogy én nem éppen a potenciális célközönsége vagyok ennek a könyvnek. És az ötödik egyben utolsó könyv, amit júniusban olvastam, Jen Campbelltől a The Beginning of the World in the Middle of the Night. Ebben a könyvben 12 novella található, és hát elég furcsa. Ez a könyv alapvetően nem volt rossz, voltak benne kifejezetten élvezetes novellák, de voltak benne kifejezetten olyanok is, amiket nem tudtam hova tenni, tehát így olvastam, hogy mi történik. Volt benne egy novella, ami kifejezetten és nagyon-nagyon tetszett, ez pedig az Aunt Libby's Coffin Hotel volt. Hát ez egy furcsa könyv volt. Ezt az öt könyvet sikerült elolvasnom júniusban, és ti mit olvastatok júniusban? Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!